Szeretettel köszöntelek! A savanyú káposzta húsgombóccal lényegében a töltött káposzta csupasz verziója. Gyorsabban és könnyebben elkészíthető, és szerintem az íze is ugyanolyan finom. Nekem legalábbis nagyon ízlik. Két gereszt fokhagymát és két közepes fejvörös hagymát apró kockákra vágtam, és három evőkanál sert és zsíron megpároltam. Sóval, borssal, őrölt köménnyel ízesítettem. Adtam hozzá 1,5 evőkanál fűszerpaprikát és 1 evőkanál lisztet. Végül pedig 1 kg átmosott és jól kinyomkodott savanyú káposztát. Majd felöntöttem 1,5 liter vízzel és fedő alatt hagytam főni. Közben összeállítottam a húsgombócokat, 500 g darált sertéshúshoz hozzáadtam 160 g rizst, 2 tojást, 2 mokkáskanál sót, 1 mokkáskanál borsot és 2 mokkáskanál fűszerpaprikát. Utána az egészet jól összegyúrtam. Majd gombócokat formáztam belőle, és ráhelyeztem a káposztára. Közepes fokozaton, fedő alatt készre főztem őket. Ha közben kevésnek találod rajta a levet, vízzel még pótolható. Tálalásnál tejföllel kínáltam, de a tejfölt akár bele is lehet főzni az utolsó pár percben. Ha tetszik, kérlek, lájkold a videót! Ha többi receptem is érdekel, iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm, hogy megnézted a videót, legyen szép napod!